Köszöntöm ennek a videónak a nézőit. A mai tanórának a témája az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései lesz, és mivel hosszú feladat ezt részletezni, ezért már is bele kezdenék a témába. Miről is lesz szó ezen az órán? Ezt azok kedvéért mondom el, akik vázlatszerűen rögzíteni kívánják az órának elhangzó anyagát. Szó lesz az ideiglenes kormányoktól, 1919 késő nyarától, illetve nyarától, Teleki Pál első kormányáról, Betlen István miniszterelnökségéről, és ezen belül pedig a belpolitikai, gazdasági és külpolitikai konszolidáció lépéseiről. Egy korábbi videóban, vagy korábbi videókban már lehetett hallani a trianoni békéről, lehetett hallani Magyarország első világháborús szerepvállalásáról, és a világháborús vereséget követő forradalmi évről, hónapokról, amelynek során a Károlyi Mihály és a Nemzeti Tanács által vezetett Magyar Népköztársaság, illetve a Kun Béla és a Népbiztosok Tanácsa által irányított és vezetett tanácsköztársaság uralmáról esett szó. Most pedig megérkeztünk ahhoz a témához, hogy mi történik a tanácsköztársaság bukása után, és az így az 1919 második felében, 1920 elején létrejövő új berendezkedés hogyan szilárdul meg, hogyan konszolidálja önmagát. Először az ideiglenes kormányokról ejtenék néhány szót. A tanácsköztársaság bukását követően Pejdül Gyula, szociáldemokrata politikus alapított egy úgynevezett szakszervezeti kormányt, amelynek a fennállása és kormányzása, ahogyan a Dián közölt, a képen látható dátum mutatja, rendkívül rövid ideig tartott. Ezt a kormányt Pejdül vezetésével az úgynevezett jobboldali szociáldemokraták alkották elsősorban, akik már a tanácsköztársaság idején is elutasították, illetve nem támogatták a kommunistákkal, bolsevikokkal való együttműködést. Újra népköztársaság lett Magyarország, tehát ők nevében is, az államforma nevében is elhagyták a tanácsköztársaságot, szakítottak annak a rendjével, és megkezdődött a tanácsrendszernek a lebontása, például a Vörös Őrség feloszlatásával és más rendelkezésekkel. Nem volt hosszú életű a kormány, mert jött Friedrich István, aki a Fehérház Bajtársi Egyesület oszlopos tagja volt, egyébként egy gyártulajdonos, és ő egy puccsot szervezett a Habsburg József főherceg támogatásával, annak a céljából, hogy a még mindig baloldali Pejdül kormányt elmozdítsa, és ez a puccs sikerrel járt, és egy koalíciós kormányt hozott létre Friedrich István, amelyben több már a dualizmus idejében is szerepet vállaló párt, mint a Kisgazdák, vagy éppen a Katolikus Néppárt tagjai is részt vettek. Ez a koalíciós kormány törekedett a politikai élet megtisztítására, tehát mindenféle baloldali és köztársasági hagyomány elutasítása szerepelt a céljai között. Ugyanakkor ez a néhány hónapos regnálása ennek a kormánynak a román megszállás árnyékában zajlott, ugye itt éppen a Nagykörúton menetelő román katonai egységet láthatjuk, tehát az ország középső területeit, keleti területeit és a Dunántúl északi részét a román hadsereg ebben az időben megszállás alatt tartotta. Majd létrejött egy alku, az Antant és a nemzeti hadsereget vezető Horthy Miklós között, és ezt az alkut elfogadta a román hadsereg is, nyilvánvalóan a fő támogatójának, az Antant hatalmaknak, Franciaországnak a javaslatára, és 1919. november 16-án, egy évvel a Károlyiek által kikiáltott köztársaság után Horthy Miklós fehér lovon bevonult Budapestre, és elmondta azt a híres beszédét, amely a vasfegyelemmel és vasököllel való megbékéltetésre utalt.
és lemondott a Friedrich kormány, és a Huszár kormány állt fel, amelyel már a következő évbe átvezette, március 15-éig kormányozva, Huszár Károly kormánya átvezette az országot az 1920-as évbe. Ugye ez a kormány volt az, amely elküldte a párizsi béketárgyalásokra végre a magyar küldöttséget, több mint egy évvel az első világháború lezáró fegyverszünetek után, és ennek a kormánynak a felügyelete mellett, illetve nyilván az Antant felügyelete mellett zajlott le a nemzetgyűlési választások 1919. januárjában, és az újonnan február végén összeülő nemzetgyűlés meghatározta az ország működésének alap irányvonalait, többek között az államformáról rendelkezett, hogy nem köztársaság, hanem megtartotta Magyarország a királyságot, mint államformát. Mivel azonban a győztes hatalmak és az utódállamok nem nézték jó szemmel azt, hogy Magyarországon esetlegesen a Habsburgok újra uralkodni kezdjenek, ezért a nemzetgyűlés úgy rendelkezett, hogy a magyar történelmi hagyományoknak megfelelően, gondoljunk itt Hunyadi Jánosra és Kossuth Lajosra, a király helyett kormányzót fognak választani államfővé, és 1920. március 1-én a kép közepén egyenruhában vonuló Horthy Miklós volt tengernagyot, a nemzeti hadsereg parancsnokát választotta meg a magyar országgyűlés, illetve nemzetgyűlés kormányzónak, és tulajdonképpen ezzel a beiktatási aktussal kezdetét vette az úgynevezett ellenforradalmi korszak, amely ugye 1944. október 16-áig tart, amikor majd az akkor több mint 24 éve kormányzóként az országot irányító Horthy Miklós le fog mondani és átruházza a hatalmát Szálasi Ferenc nyilas pártvezetőre. A Huszár kormány is elvégezte a feladatát ilyen módon, és egy újabb kormány alakult, Simonyi Szemadan Sándor kormánya, amelynek a legfontosabb feladata az volt, hogy a trianoni békeszerződést aláírja, illetve elfogadja és törvénybe iktassa. Ugye két személy írta alá a magyar állam nevében 1920. június 4-én ezt a békeszerződést, amelyről egy másik óránkon részletesebben szóltunk, Benárd Ágoston munkaügyi és népjóléti miniszter, illetve Drasse Lázár Alfréd rendkívüli meghatalmazott követ. És tulajdonképpen a Simonyi Szemadan Sándor kormányának július 19-i lemondásával zárult le az idéglenes kormányoknak az időszaka, és kezdetét vette Teleki Pál első kormányzása. Teleki Pál ugye egy szűk éven keresztül vezette a Magyar Királyságot, mint miniszterelnök, és a tervei között szerepelt a földreform, a középosztály felkarolása, itt különös tekintettel az úgynevezett keresztény-magyar középosztály felkarolása, többek között a német és zsidó polgársággal szemben is. Erélyes külpolitikára törekedett volna Teleki Pál, ez szerepelt a tervei között, és a szélsőségeket, akár a kommunistákat, akár a szélsőjobboldali paramilitáris alakulatokat, az úgynevezett különítményeket igyekezett visszaszorítani. A stabilizáció lépései közé tartozott például az Ébredő Magyarok Egyesületének, az Émének és a Magyarországos Véderőegyletnek, a Movénak a felfüggesztése, illetve a közéletben való működésük felfüggesztése. A Teleki első kormánya alatt, ahogyan látjuk a kormányzó és a miniszterelnök aláírásával, 1920. szeptember 26-án a Magyar Nemzetgyűlés elfogadta a numerus clausus törvényt, amely zárt szám törvény, és a tartalmában a nemzetiségek ellen irányul, a felsőoktatásban kívánja a nemzetiségi hallgatók létszámát az országos arányuknak megfelelően szabályozni, de burkoltan, kimondatlanul
ez valójában a magyarországi zsidóság ellen irányult, akik a felsőoktatásban túlreprezentáltak voltak. Egyébként nem is vonatkozott volna rájuk eredetileg ez a törvény, hiszen a magyar zsidóság vallási kisebbségként létezett Magyarországon, de Prohászka Otokár, székesfehérvári püspök nemzetgyűlési képviselő javaslatára, módosító indítványára a törvény végrehajtási rendelkezésébe bevették, hogy az izraelitákat ettől a törvénytől fogva nemzeti kisebbségnek kell tekinteni. Tehát ilyen módon ez egy faji jellegű törvény volt. Egyébként Teleki önmagában is antiszemita gondolkodású személy volt, és azt vallotta 1920-ban is, hogy a zsidóság asszimilációja nem valósult meg, és a zsidóság, magyarországi zsidóság érdekei nem azonosak az ország érdekeivel. Ugyanakkor viszont a Teleki kormány a különítmények, a Héjes Iván, Prónai Pál által vezetett különítmények, Francia Kis Ferenc által vezetett különítmények feloszlatását megkezdte, és 1921 elején megszületett a törvény az Állami és Társadalmi Rend Védelméről címmel, amely arról szólt, hogy akár milyen irányból, akár a szélső bal, akár a szélső jobboldal irányából történnének olyan akciók, politikai vagy fegyveres akciók, amelyek az államrendet, a fennálló államrendet kívánják megdönteni, ezek ellen fegyverrel is fel fog lépni a kormány, és akár halálbüntetést, a legsúlyosabb büntetést is kiszabja a szervezőkre. Horthy Miklós kormányzó a törvény aláírásakor ezt így kommentálta, hiszen a hozzá hű és az őt támogató különítményesek, szélső jobboldali aktivisták részéről nagy fölhördülés követte ezt a törvényt. Horthy úgy kommentálta az aláírás után ezt a javaslatot, hogy bárki, aki összegyűl és szervezkedik az államhatalom megdöntésére, államrend megdöntésére, azok közül nyugodtan bele fog lövetni az ilyen jellegű tömegekbe. Majd hozzátette, igaz, a szélső jobboldali tömegekbe fájóbb szívvel fogok belelövetni. És hogyan ér véget Teleki első kormányzása? Nem a politikai tettei, nem az antiszemitizmusa miatt mondatja le őt Horthy Miklós, illetve váltja le Horthy Miklós, mert ne feledjük el, hogy a kormányzó jogköre volt a miniszterelnök, mindenkori miniszterelnök kinevezése. Azért mondatja le őt Horthy Miklós, mert 1921. áprilisában Habsburg Károly, IV. Károly néven az utolsó magyar király, megpróbál visszatérni a magyar trónra, és ebben hát a király, első királypuccsban nem egyértelmű a Telekinek a szerepe, és úgy tűnik, hogy támogatta a király visszatérését. Ezt viszont Horthy Miklós nem engedhette meg, többek között egyébként az ország érdekében is, hiszen külpolitikailag fenyegetett helyzetben volt az utódállamok Csehszlovákia, Románia és a szerb-horvát-szlovén királyság részéről Magyarország, és egy királypuccs esetén, egy Habsburg koronázás esetén szembe kellett volna nézni az utódállamok fegyveres erőivel. Úgyhogy Telekit lemondatták, és Bethlen István lett a miniszterelnök. Bethlen István, aki közel 10 éven keresztül kormányozza Magyarországot, mint miniszterelnök, és ő az, aki tulajdonképpen konszolidálja a politikájával az egész rendszert. Több ma élő ismert politikusnak engedjék meg, hogy nevet ne mondjak itt 2020-ban. A példaképe, személyes példaképe deklaráltam Bethlen István, és nézzük meg, hogy ez miért lehetett. Egyébként Bethlen a lemondása után is egészen Horthy bukásáig, lemondásáig megőrzi a politikai befolyását. A legbizalmasabb tanácsadója volt Horthy Miklósnak miniszterelnöksége végétől is. Először is a határkérdéseket rendezi. Délen, ugye Dél-Magyarországon létezett egy szerb-magyar állam, amely tulajdonképpen deklaráltan
Trianon ellen foglalt állást, vagy éppen Burgenlandban a lajtai bánság, ezeket sikerül felszámolni. Ugye a soproni népszavazás, amelynek során Sopron és további 7 falu hovatartozásáról szavazott a régió lakossága, ez is Bethlennek a miniszterelnöksége elején zajlik 1921. decemberében. Ugye 1921. októberében zajlik le a második királypuccs, amikor már nem csak szelíd szóval, hanem katonai erővel érkezik Károly, hogy visszafoglalja a magyar trónt, de Budaörsön, az úgynevezett budaörsi csatában az egyetemi zászlóaljak és a magyar honvédség bizonyos egységei megállítják a királyt, majd Horthy a királyt fogadja a várban, és megmagyarázza neki, hogy távozzon Magyarországról, mert nem fogja neki visszaadni a hatalmat. Egyébként Horthy személye konszenzusos személy volt a magyar politikában, hiszen két nagy politikai irányzat volt a kormányzással kapcsolatban, az egyik a legitimisták, akik a Habsburg uralkodót akarták a trónra visszaültetni, a másik csoport volt a szabad királyválasztók, akik azt mondták, hogy a Habsburgoktól függetlenül is lehet királyt választani, mivel a két csoport nem tudott egymással megegyezni, ezért Horthy Miklós lett a konszenzusos megegyezéses személy, hogy amíg nem dől el, hogy ki legyen a király, addig legyen Horthy Miklós a kormányzó. Ezután a királypuccs után detronizálták, azaz megfosztották az uralkodói címtől a Habsburg házat Magyarországon, de a királyság mint államforma megmaradt. Mi volt a célja, a legfőbb célja Bethlen Istvánnak? A stabil kormánypárt, gyakorlatilag leszavazhatatlan kormánypártot kívánt létrehozni, erre majd vissza fogunk térni rövidesen. A szélsőségesek, tehát a kommunisták, vagy a jobboldalúak visszaszorítása, ugyanakkor az úgynevezett túlzott demokratizálás hívei, tehát akik ki akarták terjeszteni mindenkire a választójogot, hogy általános választójog legyen, ezeknek a visszaszorítása is a célja volt a miniszterelnöknek. Miért? Mert ez fenyegette volna a belpolitikai stabilitást. A következő percekben meg fogjuk nézni, hogy a három fő területe mi volt a stabilizációnak. A belpolitikai stabilizáció az ugye erre a fő, öt fő lépésre irányult. A Bethlen-Peyer paktum, amelyet a Magyar Kommunista Párt így készítette el egy gúnyrajzzal, ugye árulásként tüntette fel a baloldali politikusok Peyer Károly részéről a Bethlen miniszterelnökkel való készfogást és megegyezést. Ez tulajdonképpen arról szólt és adott stabilitást, hogy az ipari munkásságra óriási befolyással bíró szociáldemokrata párt és szakszervezetek vezetője Peyer Károly kiegyezett a miniszterelnökkel. Ez azt jelentette, hogy szabadon működhetett a párt, de korlátozta a tagságának a szervezését és a növelését. Ugye az egységes pártot is létrehozta Bethlen, ez lett tulajdonképpen a korszak leszavazhatatlan kormánypártja, amely bőven kétharmados többséggel kormányzott a következő két évtizedben. 1922-ben a Kisgazda párt és a Keresztény Nemzeti Egység pártja egyesültek, és így jött létre az egységes párt. A választójogot ugyanebben az évben szabályozták, Budapesten és a megyei jogú városokban megmaradt a titkos választás, de a vidéken és a megyei jog 10 000 főnél kisebb városokban pedig bevezették a nyílt szavazásnak az intézményét. És sokakat kizártak a választásra jogosultak köréből, többek között a kommunistákat, a szélsőségesen királypártiakat, tehát megpróbálták úgy alakítani a szavazói bázist, hogy mindenképpen az egységes párt nyerje a választásokat. És úgy tűnik a korszak ismeretében, hogy ez sikerült is. 1923-ra a kormánypártból, az egységes pártból sikerült kiszorítani a szélsőjobbot. Gömbös Gyula, Eckhardt Tibor és mások kiléptek az egységes pártból, és megalapították a fajvédő pártot, hogy néhány év elteltével rájöjjenek arra, hogy nem tudnak kormányra
kerülni nem tudják leváltani az egységes pártot, és mint tékozló fiúk visszatérjenek ennek a kebelébe, és ez vezetett tulajdonképpen ahhoz, hogy a kilépés után 9 évvel mégis Gömbös Gyula lett Magyarország miniszterelnöke. És 1926-ban megszületik a felsőházi törvény, visszaállítják a kétkamarás törvényhozást, és a felsőházban pedig már a kormányzóhoz és az egységes párthoz hűséges egyházi és kulturális kultúrából ismert személyek, mint például Herczeg Ferenc író találhatóak, és tulajdonképpen a felsőház célja az volt, a létrehozásának a célja, hogy az alsóház, az országgyűlés alsóházának a kontrollját, ellenőrzését és féken tartását eszközöljék rajta keresztül. A Trianon utáni romokban heverő gazdaságot is konszolidálnia kellett Bethlennek és a kormányának. Az első lépés az volt, hogy egyfajta irányított inflációt, tehát pénzromlást engedélyezett és indított be, hogy a pénzforgalom, a vásárló kedv meg tudjon növekedni. Ugye a népszövetségi tagságot 1922-ben sikerült elérni a Magyarországnak, és ezután lehetett kölcsönt igényelni a népszövetségtől. 1924-ben megszületett a Nemzeti Bank, amely ugye az ország valutájának, pénzügyeinek a legfőbb őre és vigyázója. Megérkezett ugyanebben az évben a 250 millió aranykoronás kölcsön. Igaz, hogy ehhez kapcsolódóan a népszövetségtől érkezett egy biztos, aki nagyon széles hatáskörrel bírt, például az országgyűlés és a kormány döntéseit is, ha akarta, megváltoztathatta és felülbírálhatta. És 1927-től, január 1-től vezették be a pengőt, amiről ugye ami az új pénz és stabilnak tűnő pénz volt, és ugye hát erről szólt az a híres sláger, hogy havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel. Ez egy nagyon kellemes összeg lehetett, a 200 pengő, de a felmérések szerint az ország 4/5-ének a jövedelmei nem érték el a 200 pengőt, tehát ők nem igazán vicceltek. Nézzük meg a külpolitikai stabilitást. Ugye az egész magyar politikát áthatotta a revízió és az irredentizmus, tehát a trianoni békének a felülbírálása, újragondolása és kijavítása, akár tárgyalásos, akár erőszakos úton. És ebben a Bethlen kormány sem különbözött, erre majd a forrásvizsgálatunknál hozok példát. Ugye volt egy Magyarországgal szembeni politikai katonai szövetség, az úgynevezett Kisantant, 1921-től Románia, a szerb-horvát-szlovén királyság, a későbbi Jugoszlávia és Csehszlovákia tartoztak bele ebbe a szövetségbe, és ők tulajdonképpen elszigetelték Magyarország külpolitikáját és gazdaságpolitikáját is Európa többi részétől. Ezen az első rész 1922-ben a Népszövetségbe való felvétel lett. A népszövetségi kölcsön felvételéből finanszíroztak egy nagyon komoly oktatási és kultúrpolitikát, ami Klebersberg Kuno nevéhez fűződik, és ennek a legfontosabb célja az volt, hogy bebizonyítsák a világ előtt a magyar kultúrfölényt a Kárpát-medencében, és erre hivatkozva kérjék a történelmi Magyarország helyreállítását. 1927-ben Olaszországgal örökbarátsági szerződést kötött a magyar királyság, és tulajdonképpen ez volt az a nyílás, amelyen keresztül kitört Magyarország az elszigeteltségből, és ez volt az, ami vezette tovább Magyarországot azok felé, az államok felé, amelyek a Párizs környéki békék revízióját kívánták, és elindult 1927-ben a Lord Rothermere vezetésével és magyar részvétellel is a Justice for Hungary kampány, amelynek többek között néhány évvel később része volt az Atlanti-óceán fölötti repülés, amikor is a repülőgépnek ez volt a felirata.
Tulajdonképpen ez volt a konszolidáció bemutatása, de szeretném, hogyha most ezt a forrást, a szöveget, amelyet itt bemutatunk, megállítaná itt a videót, mindjárt a mondataim után a néző, és átgondolná, és kiírná magának, hogy vajon Bethlen miniszterelnök beszédében hogyan igazolja a békeszerződés revíziójának a jogát. Tehát kérem, itt most állítsák meg a videót, olvassa el mindenki a szöveget, és írja föl ezeket a kulcspontokat. Bizonyára most már elolvasták és kiírták a dolgokat, úgyhogy nézzük meg, hogy én mire gondoltam, és remélem találkoznak a gondolataink. Tehát ugye jogcímekről beszél, amiből az egyik a trianoni békeszerződés, a másik az ahhoz kapcsolódó kísérletről levél. Mind a kettő a revízióra ad lehetőséget, nemzetközi jogcímnek, tehát nagyhatalmak által támogatott jogcímnek nevezi, és azért azt is mondja, hogy a közvélemény a szájára sem lehet lakatot tenni. A következő dián olvashatóak azok a kulcspontok, amelyeket mindenképpen érdemes tudni a bethleni konszolidációról, az ellenforradalmi rendszer konszolidációjáról, és végezetül nincs más dolgom hátra, mint ajánlani önöknek néhány irodalmi művet, illetve történeti szakmunkát, amelyből további ismereteket lehet szerezni. Köszönöm szépen a figyelmet!